Linuta indult a péntek reggeli horgászat Jovica Pájtjék csapatának a palicsi tőzek tavon. Az za kudarc után most egy 10 kilós pontja a horogra. Posle prvog dana, kako druge ekipe, Pecio nije loše, ne možemo se požalimo. Nadali smo se malo bolje cijelo, riba nam se kupala u boksu. Nismo uspjeli de jó, nagy videli, smo Nem mindenkinek volt szerencséje a horgászkupán, a temerini erős család a sorsolásnál a legrosszabb pályát kapta. Ennek ellenére bíznak abban, hogy megnyerhetik csoportjukat. Na no, most ez a taktika, hogy ilyen csirke ízesítő bojlit összemorzsolunk egy PVA-cskóba, meg egy ilyen tízes pop-appa meg egy 8-as csak rajta, próbálunk ott a fák alatt kicsalni egy-két halat. No, az előbb sikerült kicsalni egy 7-es, 8-as amúrt, most remélem, hogy sikerül még egy 2 3 A, a versenyre nevezett 17 csapat három kategóriában küzd meg egymás alapáják minőségétől függően. Eredményeiket naponta kétszer mérlegelik a bírák. Minden halat, amikor az adott csapat meghorgászol, beszákolja, lemérésre kerül, evidencióba kerül, evidentáljuk az egész fogást, és automatikusan és rögtön visszengedjük a az éltető környezetükbe, és az összfogás alapján születik egy sorrend, amit ugye lista, tehát ilyen 12 órás fölbontásban közlünk is az interneten, itt is ki van tűzve, és akkor ez alapján alakul ki egy sorrend, amiből aztán a végére kerülnek ki a győztesek. A kategóriák győztesei a verseny végén 1200 eurós díjazásban részesülnek, de emellett a legnagyobb kifogott halért is 300 eurós pénzdíj jár. A horgászkupára egyébként 350 euró volt a nevezési díj.